A pálinka szabadságharc több mint 10 éves küzdelme magyar győzelemmel zárult, az Európai Unió módosította az erre vonatkozó szabályozást, így már jövőre újra adómentes lehet a pálinka főzés. A pálinka készítés szabadsága régi múltra tekint vissza. A kormány emiatt küzdött az adómentességért annak ellenére, hogy 2016-ban párlatadójegy bevezetésével a lehető leggyengébb szabályokat hozta ki. Az adóhivatal adatai arról árulkodnak, hogy még a jelenlegi szabályok mellett is, amikor 700 forintot kell fizetni egy liter párlat után, van igény a házi pálinkára. Jelenleg mintegy 27 ezer fűzőberendezés van a magyar háztartásokban, és 2020. január 1-e és október 8-a között 69 ezer párlatadójegyet váltottak ki az otthonfűzők. Nyáron került pont a pálinka szabadságharc végére, amikor az Unió döntéshozó szervezete módosította az alkoholok ügyével foglalkozó irányelvet, amely szerint a tagállamok adómentessé tehetik évente maximum 50 liter gyümölcsszeszig a párlatfőzést. A kormány úgy döntött, hogy a kedvező szabályokat már 2021. január 1-től alkalmazza. Vagyis jövőre már nem lesz szükség a párlatadójegyre, illetve az ehhez kapcsolódó közteher megfizetésére se. A jövő évtől minden nagykorú gyümölcstermesztő magyar állampolgár háztartásonként évi 86 liter gyümölcspárlatot főzhet le magánfőzésben adómentesen. A pálinka főző magánszemély nem értékesítheti a párlatát, de az családtagjai és vendégei elfogyaszthatják. A desztillátó berendezést továbbra is be kell jelenteni az önkormányzatnál, de a főzést megelőző bejelentést kell tenni a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál is, amiért cserébe a hatóság származási igazolást állít ki. Ez igazolja a párlat eredetét, és ezzel lehet részt venni különböző pálinka versenyeken is. Az otthoni főzés szabályai betartását változatlan az önkormányzati jegyzők ellenőrzik majd. Lehullott gyümölcsök felhasználásának évszázados szokása is tovább élhet azzal, hogy újra adómentes lehet a bérfőzés. Magyarországon a korábbi kedvezményes mennyiségig 2020. október 8-ig a koronavírus járvány ellenére jelentős 947 ezer hektoliter fok volt a bérfőzött pálinka mennyisége. Ez csaknem 1 millió 900 ezer liter 50%-os párlatnak felel meg. A pénzügyminisztérium várhatóan ezen a héten nyújtja be a parlamentnek az adóadminisztráció csökkentő javaslatait, ezek egyik fontos eleme az adómentes pálinka főzés, hiszen az új szabályok nem csak anyagi megtakarítást, hanem jelentős egyszerűsítést is hoznak a jövőre. Jelenleg a magánfőzőknek a párlat előállítása előtt párlatadójegyet kell igényelni az adóhivataltól. Ez párlatadójeggyel egy liter pálinkát lehet otthon főzni. Minden évben az első igényléskor legalább 3500 forintot kell befizetni, azaz legalább 5 adójegyet kell megvenni. A bérfőzés jelenleg adóköteles, literenként nagyjából 800 forint bérfőzési szeszadót kell lerónia annak, aki lehullott gyümölcsét pálinkaként kívánja hasznosítani. Ha az országgyűlés megszavazza az adómentességet, akkor jövőre Magyarországon újra minden gyümölcstermesztőt megillet a pálinka főzés szabadsága.